Mindig is nagy vágyam volt, hogy csináljak egy kis gasztróbisztrót. Nagyon szeretem a kreatív dolgokat, rengeteget utazom a világban. Szeretem kipróbálni az újdonságokat, szeretem a friss jó gondolatokat, a kreatív gondolatokat. Steam az a gőz angolul, a bambusz az a bambú. Kettő szó összecsúsztatásával létrejött a Steambu. Beütöttem a egyik legmenőbb kereső oldalba ezt a szót, hogy Steambu. Amikor piros betűkkel kijött az, hogy nincs találat, akkor azt éreztem, hogy ez már egy égi jel, hogy ezt nekem meg kell csinálnom. Aztán adódott a lehetőség, hogy itt a belvárosi piacon, a Hold utcában, ebben a pici kis 14 négyzetméteres helyiségben csináljam meg a saját álmaimat. Mi is a lényeg? Fogjuk is a rizst, bármilyen szószal be tudjuk keverni, és így rizs szendvicseket készítünk. A két réteg közé tesszük a finomságokat. Ez egy úgynevezett robbantott ábra, vagy akár is nevezzük. Ez egy ahol, ami a stílusunk, vagy ahol jelen vannak a mi érzéseink, ami nagyon egyszerűen csak annyi, hogy mindig, minden esetben prémium minőségű alapanyagokat használunk, semmilyen tartósított, konzerválót, egyebet nem. Úgyhogy ez egy szóval élve, ez a Steambu, ez egy tiszta étel. Nagyon szeretik az emberek, és miután mindenféle kompozícióban használhatjuk, tehát bármit tehetünk a rizsbe, és a rizs az bármit adhatunk, ezért aztán csak is kizárólag a fantáziákra van bízva az, hogy mit készítünk. Nálunk most 10-15 fajta különböző ízvilág létezik, a halaktól a húsokig, a sajtokkal minden együtt operálunk, és itt készítünk minden. Ebben a pici helységben, itt kézzel csináljuk, amikor elkészítjük ezeket a rizs szendvicseket, akkor berakjuk a gőzbe, és 7 percig ott pároljuk, és 7 perc után kijön az étel, különböző körítéssel, mindenféle varázslással ezeket megbolondítjuk, és így készül a mi ételünk. Nagyon ajánlom mindenkinek, nagyon-nagyon finom. Én az esetek nagy többségében itt vagyok, amennyire a munkám engedi. Nagyon szeretek főzni, egyébként kedvencem a spenót, amit nagyon szeretek. Aztán vagyok ilyen jattos, mint Popeye. Izgalmas dolognak találom, úgy a főzést, a kreatív energiákat és minden egyebet, ami a gasztrohoz közel hoz és hozzáfűz. Mindig újabb és újabb ízekkel jövünk ki, újabb és újabb kreációkkal, újabb találmányokkal, amivel meglepjük a mi kis vendégeinket, és aki idejön, nagyon-nagyon szeretjük, és nagyon szeretjük a vendégeinket, hiszen addig jó.